13 faházból mérték a hűsítőket a hétvégén a 17. győri fröccsnapokon a Dunakapu téren. Nemzetközivé nőtte ki magát a Győri Rotary Club rendezvénye, amelyen idén először a Dunaszerdahelyi szervezet is részt vett. A gyöngyöző italokért mindenki annyit fizetett, amennyit szeretett volna, a bevétel ugyanis a hagyományokhoz hűen jótékony célokat szolgál. Mondják, hogy az Isten is a mosolygós adakozót szereti, tehát megtanítjuk az embereket arra, hogy jó célokért érdemes adakozni, jól érzi magát, a programokon vesz részt, fogyasztja a fröccsöt, és közben gyűjtjük a támogatásokat, hozzájárul mindenféle jó célhoz. Szerintem ezt mindenképp érdemes továbbvinni, folytatni és megtanítani az embereket, hogy sok kicsi sokra megy alapon, legyenek a társadalmi szerepvállásban részt, adakozzanak, jótékonykodjanak. A befolyt összegből a Kazinczy Ferenc Gimnázium Szép Magyar Beszéd versenyét támogatják a szervezők. A munkából a diákok is kivették a részüket, akik azonnal megmozdulnak, ha valakinek segítségre van szüksége. Abban a pillanatban miért a Vöröskereszt vagy a Máltai Szeretetszolgálat hív bennünket valamilyen felajánlásra, a tanulóink ott vannak és szívesen segítenek. Itt a fröccsnapokon is kenik a zsíros kenyereket, segítik a résztvevőket mindenféle tanácsadással. Azt gondolom, hogy jól érzik magukat, és úgy érzem, hogy a közösségi életük ebből is fejlődik. Ezen az Európai Borlovagrend, Hungária Konzulátus Győr felirat a címerrel együtt. Ezt a győri legáció ajándékozza majd a fröccsfogyasztóknak. Fröccsözni az Európai Borlovagrend győri legációjának faházánál is lehetett. A tagok felváltva álltak a pult mögé, de voltak olyanok is, akik inkább a háttérből vagy fogyasztóként adományaikkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy helyben és a mi rendezvényünkön jelentős részben vegyünk részt, ahogy az országban nagyon sokan érkeznek, mögöttem éppen a budapesti kollégáink is megérkeztek erre a rendezvényre, tehát mondhatjuk azt, hogy Győrváros határait kinőtte már ez a rendezvény, és túlmutat már nem csak a város határain, hanem már az ország határain is. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és tényleg örülünk, hogy a fröccs, mert én ebben a jó időben ennyi embert reméljük, hogy sikerül mozgósítanunk nekünk, és hozzájárulni ez a nemes célhoz. A jó fröccshöz jó bor is dukál, amely a borlovagok szerint a társadalmi kapcsolatteremtés egyik eszköze is lehet. Két kiváló Vanohami borvidék borászával érkeztünk, egy olasz tízingert, illetve egy rozébort hoztunk, a rozébor díjnyertes bor ebbe az éve, ugyanígy az olasz tízing is, tehát gyakorlatilag mindent megteszünk azért, hogy idén is ezt a pozíciónkat tartsuk, támogassuk a Kazinczy Gimnázium Szép Magyar Beszéd anyanyelvi kezdeményezését, versenyét, illetve ami még nekünk nagy előnyünk, hogy az Európai Borlovagrend mindahogy a nevében is benn van a bor, bort használja fel, mint egy társadalmi kapcsolatteremtő eszközt. Tehát nem csak egy élvezeti cikk, hanem egy olyan dolog, ami mellé az emberek felsorakoznak, vagy mellé leülnek, sokkal magasztosabban, mélyebben tudnak témákat érinteni. Tehát nekünk ez egy nagy előnyünk, és mi nagyon-nagyon nagy szeretettel űzzük ezt a fajta tevékenységet. Tehát nem csak a borfogyasztás, hanem a hozzá tartozó kulturális, illetve a társadalmi szempontok is vezérelnek minket. A fesztivál 3 napján egymást váltották a fellépők a színpadon, ahol Várai László és barátai egy akusztikus koncerttel járultak hozzá jó hangulathoz.